A fiatalok nagyobb lakásra vagy házra vágynak, az idősebbek pedig kisebb ingatlant keresnek. Ez természetes, mondják az ingatlanosok, akik igyekeznek segíteni az érdeklődőknek. A piaci kereslet kínálat júliusban ugyan kissé visszaesett, de a forgalom augusztustól visszaállt. Emelkedő tranzakciókkal dolgozunk. Az ingatlan árak sem stagnálnak még, tehát a tulajdonosok továbbra is úgy gondolják, hogy ők még magasabb árat szeretnének az ingatlanjaikért elérni. Persze az alkú jelen van az ingatlan piacon, mondják az értékesítők. A statisztikák szerint a vásárlók a lakásokból 3-4%-ot tudnak alkudni, családi házakat pedig átlagosan 9%-kal olcsóbban vásárolnak. Az ingatlan piac fellendülését a szakemberek többek között a csok és a jó hitel lehetőségeknek tulajdonítják. Most a hitelpiacon is fellendülést tapasztalunk. Valahogyan most az embereknek nagyobb a hitelfelvételi kedve. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy a banki hitelek most tényleg valószínűleg a legalacsonyabb hitelkamatoknál tartanak, tehát kedvező konstrukciókkal tudnak hitelt felvenni az emberek. Nyilvánvalóan, aki hitelképes, az meg is próbálja ezt, mert az önerő mellé azért még jócskán kell tenni. És egyre több olyan ügyfelünk van, aki több-kevesebb hitelből szeretne ingatlant vásárolni. A statisztikák azt mutatják, nem csak a kereslet kínálat, hanem az árak emelkedése is folyamatos. Az idei évben 280 és 300 ezer forintért adtuk az új építési ingatlanokat. Jövő évben már 320-340 ezer forint lesz az ingatlan négyzetméter ára. A leggyakrabban kétszobás ingatlanokat keresnek térségünkben, ám ezek árai is egyre inkább emelkednek. Mondjuk egy kétszobás lakás volt Nyíregyházán, és mondjuk 6 millió, 7 millió forintért meg lehetett vásárolni ezelőtt 2 évvel. Ugyanezek a lakások ma 10-11 millió forint. Tehát már most 9 millió, 10 millió között is egy, inkább azt mondjuk felújítandó kétszobás lakást lehet vásárolni, még egy panelban is. Térségünkben még mindig alacsonyabbak az árak, hiszen itt egy téglaépítésű lakás négyzetméter ára 200 ezer forint, Nyugat-Magyarországon pedig átlagosan 271 ezer forint.